Akkor itt jönnek el a ház fölött a repülők? Igen, a leszálló repülők pont itt jönnek el a ház fölött, és most meg összeállt. De ez most viszonylag magas lesz. Milyen gyakran jönnek ilyen alacsonyan? Hétvégén nagyon sűrűn voltak most például. Belépett az ajtón, és abban a pillanatban ért ide a leszálló repülőgép, és már repkedtek szanaszéjjel a cserepek. Ott a kupac, 30 darab cserép teljes használhatatlanra tört. Altatóval alszom, már nem bírok már másképp aludni, és kétszer-háromszor felébredek éjjel. A repülőgépre. Hogyha este felé vagy délután tévét nézek, még csukott ablaknál is van, hogy nem hallom. Egyszerűen a zaj túl. Nézem, hogy a híradót, valamit lássak, és egyszerűen nem hallok semmit, amikor száll le a gép. Csak itt alsó Rákoshegyen él több mint 5000 ember, és a felső Rákoshegyen élőket is nagyon zavarja. Amikor mi idejöttünk, egy nagyon csendes kertvárosi környezet volt, ez 16 éve történt. És ha nincsenek repülőgépek, akkor maximum a madár csicsergést meg a kutyaugatást lehetne hallani. Repülőtér hatásterületére jellemző, hogy hiába vagyunk 6 km a 2-es kifutópályától, illetve oldalirányban az 1-es kifutópályától 5 km-re, mégis olyan jelentős a zajterhelés, hogy ez a napi életvitelt ellehetetleníti. Igen, a kertben való tartózkodásra gondolok itt elsősorban, a szabadban tartott iskolai foglalkozásokat is nagy mértékben zavarja. Itt egy lakott terület, erre, és akkor így kikerülje a lakott területet, tehát művelet. És ehelyett a gépek így egyenesen átrepülnek rajta. Megint elkezdtek itt leszállni, meg föl. Nem megy arra egyáltalán, amerre régen ment. Ja, hogy amelyik nem tudja ezt a kört leírni, azt írtsák. Innen, ahonnan indulnak, át kéne menni a másik pálya felé. Nem is lenne őket szabad látni, mert az erdőség mögött kellene, hogy közlekedjenek. Felé indulnak a gépek, az a hivatalos útvonal, ez pedig a Mexikó. Tehát látszik, hogy egyáltalán nem arra, ahol nekik kell indulni. Egyre többször van pályázat, egyre több repülőgép közlekedik felettünk. Hogy egy példát mondjak, háromszor annyi repülő jár, mint amennyit a zajgátló védővezet kiszámításánál figyelembe vettek. Pályazár van, vagyis fölöttünk zajlik a teljes repülőtér teljes forgalma. Éjjel is. Mióta van ez a minden éves pályazár? Hát tavaly, tehát most a 11 hónap alatt, most ez az 5. hónapot fejezzük be, hogy pályázár alatt vagyunk, a teljes forgalmat élvezzük. 11 hónapból ez az 5, és mire befejeződik, akkor 12 hónapból 6 hónap a teljes Feri egy forgalma a lakott terület fölött. De minden évben, ez most már a harmadik nyár, amikor itt kezdik. Mindig van valami hivatkozási alap, hogy miért. És tavaly is azt mondták, hogy nyáron itt engedik, és majd októberben ennek vége lesz. A fenét volt vége. Még egy hónapot ráhúztak. Még hogyha a másik pályán mennének, akkor ötlenek. Akkor oldalra esik, és akkor nem a lakott terület fölött szállnak fel. A zajszennyezés.
megteheti-e Magyarországon egy repülőtér azt, hogy nem foglalkozik a bíróság ítéletével, és csak azért is engedély nélkül működik. Egyszer már megtette egy olyan 5 éves időtartam. Egy olyan engedély alapján működik, amelyik szabálytalanul lett kiadva. Tehát környezetvédelmi engedélyt kapott hatásvizsgálat nélkül. Anélkül, hogy felmérték volna a tevékenységnek az emberekre, a környezetre gyakorolt hatását. Nappal 16 óra alatt 40 decibel lehetne az átlagos zaj. Ezt a méréseim ideje alatt túlépték 3-4 decibellel. Éjszaka 30 decibel lenne a lakószobában a zaj. Ezt is túllépték. Éjszaka a lakásban 56 decibelt mértünk. Olyankor 4-5 gép legalább évfél körül. Meg is szoktam rá ébredni. És ezáltal ugye rosszul alszom, mert reggel meg már fél évkor is fölébredek a repülőre. Követeljük a mélyalvási időszak védelmét, tiltsák ki ebből az időszakból a repülőgépeket. Az a célunk, hogy a kettes pálya véget korlátozva használják, és legyenek szabályok arra, hogy milyen időközönként repülhetnek be, és mennyi egy nap ide a Rákoshegy felé.